Kedves nézőink, dr. Magyar György ügyvéd, a Civil Választási Bizottság, nagyon neki fog, Civil Választási Bizottság vezetője vendégem. Jó reggelt kívánok, elnézést itt a nyelvakadásra. Jó reggelt, egy másik műsorban Molnár Gyuri voltam, átmenetileg. Mondtam, hogy hát majdnem mindegy, hogy szólít, és mondtam, hogy szerettem volna már régen magyarosítani, mert Magyar Györgynek nem sok értelme van. Nemzeti György, az igen. Nem? Magyar Nemzeti György. Jó van, tetszik. Viszont a témáink nem ilyen vidámak. Kezdjük az autók ügyével. És most nem megyek bele abba, hogy mennyire van igaza Karácsony Gergelynek, mennyire nem itt a lakógyűrés kapcsán. Zárulás megjegyzés, brilliáns az ötlet. Tehát nagyon jó, hogy konzultációval összehasonlítva csinálja ezt a láncidas történetet, de nem is erről szeretnénk beszélni, hanem bizony a kerékbilincsről. Mert a kerékbilincs ügye az hát némi porokat tud kavarni. És nem ma kezdte. Ezt akartam még hozzátenni, ez por igen már régóta forog, tart, igen. Ez a por már forog elég régóta, csípi is a szemét szinte minden autósnak, mert magam is így vélem, hogy ez egy idejét múlt rossz rendelkezés, és igen nagy mértékben konzerválja a jogsértést, miáltal nagyobb kárt okoz, mint ami hasznot hajt avval, hogy egy autót lebilincselnek. Meggyőződésem egyébként, hogy a szabálytalankodókkal szemben fel kell lépni, mert ha nincs szankcionálva, akkor mindenki úgy áll meg, ahogy akar, a járda tetején, az út közepén, bármi jól esik. Igen, ám, de a kerékbilincsel nem érünk el célt. A kerékbilincs rettenetes sokáig nehézkeskedik, és még egyszer mondom, még egyszer megtartja, konzerválja azt a rossz állapotot. Visszatérve még erre a kerékbilincs történetre, én is jobban támogatom azt, hogy rossz helyen parkol valaki, parkolóőr, lefotózza, oda teszi a Mikulás csomagot, vagy ha még oda se teszi, vagy csak szól, oda tesz egy cetlit, hogy meg lesz büntetve, kapni fogja rövidesen az értesítést, mintsem a kerékbilincset, mert akkor ugye a szabálytalankodó autósnak még ott kell állnia egy darabig, míg kijönnek, föl kell őket hívni, kijönnek, leveszik, fizetni kell. Tehát az egész egy tök bonyolult rémálom. És marad az autó szabálytalan pozícióban. Így igaz, tehát hogy addig, ameddig ki nem jönnek, addig te onnan nem tudsz elmozdulni, és nem tudod, amúgy sem, nem tudsz máshova se elmenni. Na most ehelyett megítélésem szerint akár a bírságot is fel lehet emelni. Így igaz, meg aki, aki notóriusan hagy legyen büntetőpontja bármi, amit csak akarsz, ám de ez a kerékbilincs, ez tényleg szerencsétlen. Az egyik szociális képviselő a parlamentben ezt fel is vetette a közelmúltban. Van egy kis jogi baki abban, amit mondott, mert például azt mondta, hogy de csak nekünk tűnik fel, vágyfülű nem normálisoknak, hogy a tulajdonjogot korlátozza ez a jogsértő. Nem korlátozza. Ez a KRESZ szabályok be nem tartásával kapcsolatos szankcionálás. A tulajdonjog ebből független teljesen, mert hogy nem tud rendelkezni az autóval, hát nem kell szabálytalankodni. Az egyik következik a másikból. Ám de van jó megoldás, és ez benne van a jogszabályban, tessék elképzelni. Aki leadja a személyi adatai között, mint gépjármű üzemben tartó, a telefonszámát, e-mail címét, a hatóság köteles őt tájékoztatni, hogy kerékbilincselésre is sor kerülhet, mert szabálysértően áll, értesíteni kell, vigyeljen az autóját. 15 perc várakozási idő, mert aki csak a sarki büfébe szalad be, az kiszalad és erre viszi onnan az autóját. Ez egy nagyon jó konstrukció. Ettől még az a 15 perc nem fog fájni senkinek. Ha nem hallgat rá, vagy nem veszi fel a telefont, vagy nem érik utol, akkor indulhat a bírságolási akció. Még mindig jobb, ha ellopják azt az autót a lopós autóval, ami egyébként tényleg jogsértő magatartás lenne. Nem kellene ezt sem bevezetni, csak vannak városok, országok, annyira túlzsúfoltak, hogy a szabálytalankodással szemben ez az egyetlen megoldás, mert gondolj el, hogy mondjuk egy árufeltöltőt áll el, vagy az egész utca áll azért, mert ő a kanyarodást megakadályozza. Tehát egyetértek avval, hogy ezt nem szabad elfogadni, de a kerékbilincs az egyik legrosszabb megoldás. Még azért van egy közlekedési probléma, parkolási probléma, amit
ről, ha nem is most, csak fölvetem, később azért beszéljünk. Én történetesen lakom a 11. kerületben, ahol úgy döntött az önkormányzat, én szerintem nagyon jogosan, hogy azt a nevetséges lakossági parkolási díjat, amit eddig kellett fizetni, 2000 forintot, az fölemeli. Én ezt teljes mértékben támogatom. Nem, magam is. Fölemelték 12 000-re, kicsit az ember ezt szívja a fogát, de kifizeti. Viszont, ha én kifizetem a kerület egyik felébe lakó polgárként, akkor nem értem, hogyha én megyek a kerület másik részébe bármilyen okból ügyintézni, ahol szintén olyan emberek laknak, akik kifizetik a 12 000 forintot, akkor minket miért nem lehet egységesen kezelni? Tehát hát azért nem lehet, mert akkor az autók tényleg úgy maradnának, és nem tudsz eljutni az egyik kerületi pontról a másik kerületi pontra, egész napra beáll oda. A lakó ehhez kapcsolja ezt, és azt mondja, hogy este, amikor hazaérkezel, és meg akarsz állni a lakóhelyed környezetében, akkor ne legyen anyagi csőd következménye. De mindenki más, aki ott parkol, fizet. Tehát azzal a környéken, ahol én lakom, akinek nincs ilyen kerületi engedélye, vagy nem váltottak ezt a 12 000-es. És bilétája nincsen, igen. Annak hol nagyon vastagon kell fizetni a parkolását. Csak azt képzelem, hogy mi, akik ott lakunk abban a kerületben, lokálpatrióta érzésből adódon is szeretnénk jobban érezni magam, hogyha minket egységesen kezelnének ebben az ügyben. A 11. kerületed az akkora, mint egy város. Igen. Tehát ezt nem lehet átlátni, és az egész parkolási díj bevezetésének a legfontosabb eleme, külföldön is a dugópénznek hívják, hogy mozogjanak a járművek. Tehát valaki reggel 8-kor ne álljon le este 6-ig, és kedvezményesen parkoljon, mert a többi nem tud megérkezni, nem tud mozogni. A 11. kerület olyan nagy, hogy a lakók környezetedre vonatkoztathatják ezt a kedvezményt, mert ha átmész a másik oldalára, a Feneketlentónak, akkor már nem tudod érvényesíteni ezt a jogodat, valahol a határt kell húzni. Jó, megértettem. Azzal én egyetértek, hogy fizetni kell, és azzal nagyon egyetértek, hogy a helyi lakost azt kedvezményezi, és aki pedig átmenő forgalomban van, az pedig nem maradjon ott egész nap. Világos. Ezért magas a parkolási díj. Értettem. És utolsó hír, ez egy komoly árbevétele az önkormányzatnak. És ma Magyarországon, amikor az önkormányzatok szét vannak trancsírozva, és tönkre vannak téve anyagilag fővárost kerület egyetértve, nincs más bevétele praktikusan. Az iparűzési adójától megfosztja, hatalmas nagy hozzájárulásokat kell befizetnie, a parkolási díjból származó árbevételt azt fel tudja használni. Mire? Közutak rendbehozatalára és közcélokra. Árbevétel, árkiadás, illetve árbevétel és pénzkiadás következő téma. Azt mondja az állami számvevőszék, hogy hát nézegetem az ellenzéki pártokat, és olybá tűnik, hogy nekem itt akár büntetést is kellene kiszabnom, nem jelentéktelen összeget lengettek be, 3,2 milliárd forintot, ami horrorisztikus. Van az 3,4 is, de majdnem mindegy. A lényeg az, hogy figyel, ez is egy fegyelmező zászló. Magyarországon a teljesen bebetonozott Fidesz-típusú hatalom tart még mindig az ellenzéktől, pedig szerintem nem sokat kell tartania, és ezért fegyelmező zászlóhajként felemeli az ujját, és azt mondja, ami történt nektek így az átutalás tekintetében az előző kampány időszakában, annak azért vannak árnyoldalai, és ennek lesznek pénzügyi következményei. Fegyelmezzétek magatokat, ne nagyon ugráljatok, mert mi ezt a bunkósbotot bármikor veletek szemben alkalmazni fogjuk. Nekem az a személyes meggyőződésem, hogy inkább ilyen fegyelmező szándéka van ennek, ekkora összeg valószínűleg nem lesz, és van hozadéka. Jól össze tudnak veszni az ellenzéki pártok, hogy ki a csúnya, ki a szép, ki fizet sokat, ki fizet keveset, ki az, aki ellenáll, ki az, aki behódol. Tehát ez egy mustra. Másik, hogy ezzel szoros összefüggésben a múltkori választásnak az összefogásból származó összes előnye, hátránya most újra éled. És nagyon jól van időzítve, sajnos ezt kell neked mondanom. Most az önkormányzati választásokat megelőzően ez a téma újra napirendre kerül, lehet dollárban oldalozni, de hallottál már rubel jobb oldalról? Nem. Hát pedig ezt elmondhatnánk.
A Rubel jobb oldal minket gázzal, meg mindenféle olajjal fog minket, mi pedig kérlek szépen itt a dollár bal oldalunkkal el vagyunk ereszve. Tehát ez nem más, mint egy figyelmeztetés. A legnagyobb probléma, hogy ez egy ellenőrző szerv az ASZ, elvesztette a függetlenségét, úgy, ahogy az összes többi ellenőrző szerv behódolt a hatalomnak, és szócsöveként működik. Az is a hír része volt, ha jól olvastam, hogy azokat az ellenzéki pártok, amelyeket elértek és megkérdeztek erről az ügyről, ugye szinte mindegyik azt mondta, hogy hát igen, valószínűleg, ha lesz büntetés, és lesz büntetés, akkor költségvetési támogatás megvonásból, vagy befizetjük, lesz a dolog kiegyenlítve. Így mulatnak a magyar pártok. Ami azt jelenti, két dolgot jelent. Egyrészt, hogy így mulatnak a magyar pártok, másrészt pedig régi bölcs mondás, hogy nem zörög a haraszt. Igen. Tehát, hogy tudják ők is, hogy valami nem oké, ergo valamekkora büntetés kell fizetni. Szóval az igazság... Függetlenítsünk attól, hogy most dollár, rubel, tök mindegy. Valami nem oké. A fogfájásnak is van alapja, a gyökerénél kell keresni a problémát. Magyarországon a pártfinanszírozás és az ezzel kapcsolatos támogatási rendszer káoszos. Igen. Nem egyértelmű. Mit nevezek támogatásnak, mi a mikroadomány, mi a maxi adomány, mi a gyűjtés, mi a külföldi fogalom, magyar állampolgár külföldről küldi, akkor most éppen deviza magyar lesz, vagy deviza külföldi lesz, mint a futbolisták. Ez nincs rendezve nálunk, és a Fidesz, ami általunk nagyra tartott Fidesz, milliárdokat költ állami pénzből kormány és pártpropagandára. Nem láttam még ászvizsgálatot. De láttam már a Jobbik ellen, láttam már a DK ellen, és mások pártok ellen. Ezért mondtam, hogy ennek fegyelmező zászló vagy következményei vannak. És én azt gondolom, hogy a káoszból kiindulva, ha akarom vemhes, ha akarom nem, én jogi emberként mindig azt szoktam mondani, amelyik oldalra szükséges, ott tudok érvelni. Tehát ez régi mondás, ezt elmondom, hogy szórakoztassuk a nézőket. Tordján Józsi bácsi már nincs szegény életben. Én voltam vele ellenfér még bírói szakban, amikor ő is ügyvédkedett, én is ügyvédkedtem elsősorban, és akkor replikáztunk. És Józsi bácsi felszólalt, és közölte a bírósággal, hogy ugye csak nem képzeli a bíróság, hogy az én ügyfelem nem az igazat mondja, és fölháborodott. Majd a bíró azt mondta, hogy ügyvéd úr, kérem, rosszul tetszett leülni, ő most nem felperes, hanem ő most alperes. Tessenek, kérem, helyet cserélni. Teljesen mindegy, hogy hol volt Józsi bácsi, ugyanazt az érvrendszert használt, és erre mondtam, az ügyvéd képes arra, hogy bármelyik érvet fölemeli, és azon az oldalon, ahol kell. Az ásszal ugyanez van. Bizonytalan a jogi háttér, nem tudja megmondani, hogy ki küldött kinek milyen összegeket, abból a pártok részesedtek-e, vagy csak a könyvelésükből felejtették el beírni, volt-e ennek valamiféle jogellenes felhasználása, erre folyik még napvizsgálat, ha jól tudom, még ügyészi vizsgálat is folyik, nincs mit megfogni, de lebegtetni, fegyelmeztetni, és azt mondani, hogy ti nem voltatok tisztességesek, ezt lehet mondani, és mi nagyon jól tudjuk, hogy itt Magyarországon a belpolitikában, de a külpolitikára való visszahatás tekintetében is a propaganda és az ismételt propaganda a szajkózással lehet valakit karaktergyilkolni. És ezt, ami propagandista hatalmunk ragyogon műveli, ez annak a része. Gyors kérdés. A civil választási bizottság bármilyen módon már felvette a kapcsolatot a politikai pártokkal, csak úgy, hogy beszélgessünk arról, hogy tudjátok, én gyerekeim, hogy jövő év ilyenkor már túl vagyunk a választáson. Nem a mi dolgunk, de a társszerveink, például a Hang, meg a Számoljunk Együtt. Tehát azok a szervezetek, nyomtasd te is, akik a civil választási bizottságban korábban is szerepet vállaltak, aktív, fontos szerepet vállaltak, kapnak megkereséseket, folyamatos együttműködésről való lehetőséget, csak még a pártok nem voltak abban a helyzetben, hogy döntsenek abban az alapkérdésben, hogy hol van szükség előválasztásra, hol nincs szükség előválasztásra, dominálni fog, vagy nem fog dominálni, megpróbálnak inkább, ahogy szoktuk mondani, a füstös, dohányos szobákban megállapodást kötni egymással. Vannak pártok, amelyek ezt favorizálják, és vannak pártok, amelyek azt mondják, hogy döntsen a néző.
Mert a néző jobban látja, mint a pártvezető, aki azt mondja, hogy az én jelöltem ott nagyon jó lesz Fejér megyében. Tessék őt támadni, cseri, megengedni, majd amikor Nyíregyházában adunk egy másik helyet. Én ezt rosszul bírom, én azt gondolom, hogy a választó okos, a választó átlátja, és majd ő megmondja, hogy szimpatikus-e neki azt, amit a pártközpontból javasoltak. Tehát ha lesznek előválasztások, vagy részelőválasztások, a civil választási bizottságon nem fog múlni az eredmény. Hát azt tudom javasolni az összes pártnak, én, aki már egy jó ideje nem dohányzom, hogy tessék ezt a dohányfüstös szobákat úgy agyon elfelejteni, és tessék kilépni a nyilvánosság elé. Ez minden szempontból hasznos lehet. Ezért hívják demokráciának. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Minden jót kívánok!